kibontok nektek egy Astrok Fatality B85 chipsetes killer alaplapot. No, nézzük csak. Kettő füzetecske található benne. Az egyik elég vaskos. Gyorsan belelapozok, hogy mégis mit vannak benne. Hát szokásos tulajdonképpen. A leírások mit tartalmaz, milyen csatlakozókat tartalmaz az alaplap. Aztán meg hogy kell bekötni. A másik. Hát igen. Van itt BIOS beállítástól kezdve. Hát inkább csak ezek vannak, a BIOS beállítás. Ugyebár ez már a legújabb BIOS jel, az UEFI BIOS. Van egy telepítő CD hozzá. Ugye ez a kis műanyag kis nyavaja, amit a gép hátuljához kell majd illeszteni. Kettő darab SATA kábel, a szokásos, ezt aztán minden alaplaphoz adnak. És hát maga a alaplap, ami elég tetszetős. Megvallom az őszintét, hogy Astrok alaplapom még soha nem volt. Ez az első, és szintén az első gamer alaplapom. Egy jó kis szivacs is van az alaplap aljára rögzítve, hogy minél jobban el legyen itt ebben a kis zacskóba. Hát igen, elég jól néz ki. Killer E2200-as Ethernet port. Ugye a mouse port, ami állítólagosan makróki található rajta. Ugye a két, vagyis hát pontosabban 4 SATA 3-as csatlakozó, majd ez a kettő fekete pedig a SATA 2-es csatlakozó. Memória helye. Igen. 16-szoros PCI Express csatlakozó, majd alatt ez már csak 4-szeres, hogyha esetleg Crossfire-be szeretnénk két videókártyát berakni. Egy elég jó kis fém. Nem tudom, hogy hallatszik-e. Ez fém itt, tehát nem műanyag. Ez itt úgy veszem észre, ez a kis hűtőbordaszerűség, vagy egy kis védőborkolatszerűség. Ez is ilyen fémes hatású, szóval ez is fémes. Igen, elég jól néz ki. És, hát nem tudom, elég gagyi telefonnal kell sajnos ezt a videót rögzíteni, mivel hogy a jobbik telefonom sajnos szervizben van, úgyhogy most csak ez maradt. Hát nem tudom mennyire látható, de aranyozott kondenzátorokat tartalmaz. Úgyhogy hát lényegében ez ennyi.